Mondta mondtam neki, az én apám ahhoz képest, hogy roma voltam, tanult ebben. Azt mondja, mit számít, akkor is csak cigányok maradtak. Hát meg mindenhol mindegyünk szakiskolára ment, kivéve őt, mert ő nem ment szakiskolára, együtt dolgozni. Én dolgozom, én 16 évesen dolgozom. Varról. Ki sem merem mondani. Na nem baj. Hát az teljesen jó szakma. De nincs gyakorlatom abszolút, és így nem vesznek föl sehova. Igen. Menjünk, nézzük meg akkor ezt a felvételt, jó? Ez ő az öcsém. Jaj, köszönöm. Hazakísért engem az öcsém a vírasztás. Nálunk volt benne a lakásban. Én a Kossuth utca 30-ban lakok. Ez ott történt, utánunk a templomban. És így kiugrottak a kapun az öcsémmel. Onnantól kezdve zajlott ez az esemény. Lefogták a rendőröket. És onnantól kezdve volt. De miért ugrottak ki a kapun? Mert a lökött, nagyon lököttek, hülyeskedtünk, játszottunk ott. És a saját kerítésükön átugrottak? Igen, az én kapumon ugrott ki. És jött a Márti, hogy lefogták a Jancsikát a rendőrök, hívjuk fel apukat. És a párom felhívta az édesapámat. Na. Március 22-én van, este 9:45 körül kaptam egy telefont, hogy menjek a Főszegre, másképpen a református templomhoz, hogy a fiamat lefogták. Azt a vajamtól kaptam azt a telefon. Én ottan mindjárt abba kezdtem a rendőrhölgye, hogy már meg miért fogta le a fiamat. És a hölgy elkezdett ott magyarázni, jobbra-balra. Utána megláttam, hogy az unoka öcskös le van bilincsűvel, hát elindultam felé. Arra a szóra mellém vágott, azt megszédültem, utána már csak arra lettem figyelmes, hogy a szemem belepriccít a izét, meg rajtam volt a bilincs. Ott forgatott a rendőr a kocsim mellett. Utána ott összejöttek elég sokan az egész akkori dolgozók, ilyen, nem tudom, éjjeli jönnek, mondták őket, hogy faluőrök. Azt akkor, azokkal is ott elkezdett kiabálni, hogy így takarodjanak el, onnan semmi közük hozzájuk. Engem hát utána vezettek a kocsiba, ott kaptam egy szembevágást mindjárt kocsiba, utána még gyűjtett nem tudom hány kocsi oda, és levittek bennünk, engemet levittek Bogárdról, de nem is a kapun, úgy mondom, hogy a be kellene kísérni, hanem hátsó udvarba vittek be, ott is csépített, próbált hátra bilincsi kézzel védekezni, nem bírtam, semmit életképpen. Mindenféle cigánnak elmondtak, hogy most agyon csapunk benneteket, most hogy a polgármester megengedte, hozzájárult, hogy üssenek bennünket, én ezt mind a vallomásommal leadtam, de kell, meg is mutatom, oda is lett hűvve. A cím. Mert én azóta, mióta engem a szembe váltok, én azóta itt nem is érzem. Egyszerűen nem is látok. Nem. Olyan ok nélkül levittek bennünket. Olyan ok nélkül, hogy azt sem tudtunk miért. Egyszerűen arra lettem figyelmes, hogy a férjemnél is pilincs van. Ott támaszkodtam a kocsimnak, így a kocsimon. Ezt a vallomást megkívtam a minisztériumban is. Lebilincsültek, csak annyit kérdeztem, hogy kisgyerekek hol vannak Márták. Vallomás. Mondják, hogy a nyomás látható. És annyit kaptam vissza, hogy átadták a székesfehérvári nyomozóirodának. Szállapartam tőle venni a kulcsot. És azóta meg nem tudom, hányszor már voltak itt a izéval lakásomban, hogy fő. Olyan odavágott, hogy elvesztettem az eszmélet ebben a kocsiba. Hogy mindig valamit és kitaláltak, arra is megvan. Mentem az utcán a Núgomnak a fiát oda kitették mellé. Semmit nem tudtunk, hogy miért kaptunk, miért, hogyan. Egyszerűen csak közelben volt. Igen, mert elmentünk a gyerekemért. Hát megmondom őszintén. És egyszerűen, hiába fiatalok, kaján. De az, hogy ők elmennek rabolni, meg mit tudom. Nem is vagyok rá szóval. Azt hiszem, vágába sincs.
Szegények vagyunk már, szegények, de inkább elmegyünk magyarokhoz dolgozni, férjem eljár, vagy akármint, akárkit le hülyére tárogtjunk. Hogy úgy miért csinálják ezt? De nem az első, sem második tét, hogy annyira rászálltunk a köröztori cigányokra, hogy úgy el se tudjuk mondani. Azóta nem gyógyult meg a szemem? Nem. Mutassam bele. Na most, hogy ne legyen belőle a vita, meg ne legyen izé, ez az eredeti példányú, amire leírtuk izéval, és úgy lépeltettük, tehát minden egyes sőnknek a vallomások. Ezt mikor csináltál? Ezt akkor nap, mikor hazajöttünk. Még aznap. Aznap. Miért? És olyan fegmaszavakat használtak. Másra bevittétek szükséges vélemre? Ezt nem, de azt a... Ami legépelt. Igen. Ugye az ügyészségen nem is mondtuk, hogy nagyon elmondtuk. Hát teljesen mi nem tudtunk legépelni, az az igazságot, de egy olyan idővel gépeltették, hogy nem akarjuk belátni, hogy ne legyen belőle problémája. Én odafutottam, hogy apuk ne bántsák, aztán... Így megfogtam azt a rendőr, hát ilyen reflexesen. Hát meg ugyanígy? Hát azon kaptam magam, hogy bent vagyok fel az árokba. Szóval, hogy húztak ki, kaptam egy erős ütést, és apunak a motorház tetején voltam. Igen, akkor vettem el én tőled a kutyot. Igen, akkor kiabáltam, hogy anya a gyerekek. Igen, akkor kérdeztem, hogy a gyerekek hol vannak. És akkor mondtad azt, hogy anyu, bezártam őket a rosszak, akkor akartam indulni a gyerekekkel, és akkor álltod a rendőrkocsit. Én is elindultam azért, csak arra lettem figyelmes erre a nagy csattogásokra. Mondom, apu most lát meg is csak, mi ez a csattoga? Hát a gáspréjek az illat odáig eljött. Hát már sorba fújták őket. Ez mégis az volt, hogy mi mentünk meg, hogy én mentem meg a rendőrökbe. Nem. Senki ellen nem, mint ugye mai napig Ezek és ezen indulatok ne direkt bekerüljenek a felvételre. Nyilvánvaló senkit nem szeretnék meggátolni abban, hogyha szeretnének média visszhangot adni ennek, akkor ennek azt a fórumát, hogy nyilatkoznak, nyilván nem gátolhatom, és nem is szándék azon meggátolni. Csak annyit kérek, hogy ezt a direktben benti felvételnek készüljön. Köszönöm, akkor... Ilyen felvételeket szoktam csinálni. Rendben van. Mert ez, amennyiben ez egy nyilvános rendezvény, akkor én szeretnék hozzáveszkodni, hogy természetesen a nyilvánosság számára rögzítsem azt, ami történik. Ez a kérésem, hogy ne legyen benne felvétel. A nyilvános fórum az, aki nem járul hozzá személyesen, ezt ember. Igen, ezt meg fogom természetesen kérdezni. Meg fogom kérdezni, ki az, aki... Jó, te most csendben legyél. Nem járul hozzá. Én beszéltem, ahogy jöttünk, mentünk az emberekkel. Én azt látom, hogy az indulatok nagyon-nagyon erősek. És én, amiért küzdünk, én eddig is küzdöttem, én nem csak ebben utóbbi két évben, ismersz régóta. Ami elhangzik, és amit sikerült egy picit is elmozdítani arról a holtpontról, hogy azzal jöttek az emberek, ha ő sárkeresztúrjak, azonnal szóban nem állnak vele hatóságoknál, ügyintézésen, én azt látom, hogy ez változott. Tehát azt gondoljátok meg, hogyha itt most látom, hogy nagyon sokan vannak, nem mondtam, sem az irányomban jövő kérdés, erről nem zárkózom el, se egyáltalán a fórumról, mert eljöttem. Mondtam, megbeszélem. Ami miatt én nagyon fontosnak tartom, beszélhetünk, megnyilatkozhatnak mindenki, az érintettek. Itt a kamera, elmondja a véleményét, miről szólt az egész, ebbe kérném az egyetértést. Medertelenné fog válni, ettől tartok. Tartottunk lakossági fórumot. Tessék. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az kamera e pillanatban a Roma Polgárjogi Mozgalomnak a megkérésére jött, azért, hogy dokumentáljuk azokat az ügyeket, amelyeket
és ezeknek egy részét, amennyiben a szereplők hozzájárulnak, szeretnénk bemutatni. Én nem ennek az indulatos kapcsoljunk össze, fújjunk nagyot, és mondjuk azt, hogy most aztán vége a mindenkinek, mert amint hallom, tehát igazából ez, ami visszatartó számomra. Meghajtom a fejem, saját magam ellen, nem bánom, hogyha felveszik. Igyekezni fogok én jól fogalmazni, én nagyon kívánom, hogy a bentű is nagyon indulatmentes legyen. Ez nyilván önökön múlik, és nem csak rajtam. Nem fegyelmezőnek jöttem ide, ezt őszintén mondom. Jó? Tehát nem azért jöttem. Megkívott én. És azt kérdezem, remélem, hogy az utás előtt polgármester azt, hogy meg... Nem megy a televízió. Készül egy művész, vagy egy dokumentum, vagy akkor aztán először itt fogja. Jó, menjünk be. Én születtem 1906. március 9. Anyám neve néhét Júlia. Mondjátok át. Elmondom én inkább, hogy mi ugyan történt. Én kaptam március 22-én egy telefont a Vajánti, hogy menjek, már megint lefogták a Janikát, az a Ulá János István. Én mentem, fakítünk, aztán felöltöztünk, amennyire tudtunk, beleütünk a kocsiba, azonnal mentem oda. Utána, hogy oda mentem, a gyerek meg volt bilincsűvel, akkor amellett az öcskös is meg volt bilincsűvel. Oda elindultam az öcsém fele, hát mondom, hogy 13 és fél éves gyereket ugyan tudnak megbilincsülni. Erre szóra az a, mit tudom én, mi a neve annak a hölgynek, és mai nap se tudom neki, akár ugyan izéllom. Én szóltam neki, mondom, hogy megvan a gyerek bilincsűvel. Mentem a gyerek fele, ott mellém vágott, hát ilyen dombon van ott az a rész, meg csúsztam arról, amire feltápászkodtam, vele fújt a szemembe. Én ott elvágottam. Utána, hogy mi volt, vagy mi nem, azt pontosan nem tudom elmondani. Utána, hogy valamennyire kitűrítem a szememet, izéltem, álltam föl, két gyerek elkapott, mindjárt meg is bilincsültek, ott akkor Ibolya, te izébe, azt kiabálták, hogy az Ibolya engedte meg neki. Én azt másnap, hogy hazaértem, én ott mindjárt az Ibolyához bementem, jelentettem neki, hogy mi ugyan, miképp volt, mondtam is, hogy erről nem tud izélni, hogy meg akarom kerülni vele, tud rullálni. Hogy elmondtam, és levittek bennünket Bogádról, ott az anyámtól elkezdve ilyen piszok cigány, rúgdaltak, vártak bennünket, ha azt nem értem meg, én azért vártam a főkapitányt, hogy ugyan lehet az, hogy volt náluk, 12-en voltak ki, mind a 12 mi ötösnek a szemébe az összes izét elhasználták, meg akartak bennünket vakítani. Az orvosnő, hogy bementünk, valítják bennünket, a feleségekből is, a férfiak mentek be, magyarul megmondom, úgy vizsgálta meg az orvosnő. Akkor a Élisikból bementem, valítják ide, öten bejöttek, öt közül, ugyan mondjam azt a tényével, megváltak a rendőrök ott. Öt rendőrnek szemünkben. Ilyen, hogy azt mondtam, hogy... Ott voltak a rendőrök, amikor te igen. Téged vizsgáltak az orvosnő. Mondta bármit. Aztán, hogy... Reggel 7 óra körül volt a váltás, 6 óra körül bennük 6 ember, akkor 4-en félreálltok, mert azoknak is mondták, hogy várjanak meg bennünket, de az a 4-en félreálltok, kapcsolatban mindig. Meg kell tanulni csépíni bennünket. Egész éjjel úgy látszik, hogy vigyázzok önök tárni, mert hogyha belemáltak a fejüket, akkor ütöttek, vártak bennünket. De mi vagyok kiállítva még a félkapitány is. Mit csináltatok az adán, hogy kijöttetek a rendőrségre? Elindultunk haza, de akkor két kocsi rendőr ott körül járkált bennünket, kerülgetett állandója, hogy elhagyjuk a falut. Nagy nehezen kiértünk a falu végére, itt az Ágotai busz, arra ültünk föl, és akkor
Ágotáig eljöttünk, onnan az öcsém hazahozott, bennünket, mindjárt bementünk a doktor úrhoz, váltottunk átleletet. Hát a gerendás házi orvoshoz. Én utána mondta a házi orvos, hogy a leánnak meglát, hogy el van törrel az oldalbordája, meg a filá ki van lukadva. Ava... Dopálta. Igen, hát nem tudom, hogy kifejezni magamat. És a bementünk Fehérvárról, ott már úgy fogadtak bennünket az izén, ahogy rendőrváról itt vagyunk. Az ügyeletén. Én már oda sem mentem, hogy megvizsgáljanak, hogy izé, hogy személyzetre vagy ilyesmire. Milyen sérüléseitek voltak? Hát most azt ne kelljen elmondani, már az ágyékon túl elkezdve mindenem szétharrú. Szét volt ruggal, a fejem ilyen dagadt volt, a szemem ilyen dagadt. Szét. Magyarul szét bombáztak bennünket, addig rúgtak még, így így elnevesztettük az eszméletünket, addig ütöttek bennünket. Voltak ott, 15-en vagy 20-an voltak ott a fiatal idők. A lányaid is kaptak a verésbe? Oh. Elmondhatják ők? Igen, hát így. Köszönöm szépen. Onnan mondja, hogy átvittek minket Bogártra. Elejétől. Itt a templomban, amikor álltunk, amikor a apóhoz odafutottam, hogy ne bántsák, azt a, így megfogtam azt a rendőrnőt. De nem akartam bánt, hogy apót ne bántsák. Azt így azon kaptam magam, hogy bent vagyok fel a zárókba. Aztán amikor már arra ébredt, hogy apónak a motorház tetőjén fekszek, megbilincselve. És amikor oda jöttek több erősítés, jött oda a templomban az Anna Marék, nem messze, akkor azt láttam, hogy anyót jobbról beütették az egyik autóba, a másikkal együtt engem, ez a szőkhajú nővig. Aztán amikor láttam, hogy olyan csak az öcsémet dobták vissza az autóba, a másik ott állgatán, én meg váltottam, mert belittek oda állgatáról, de a telepre ott rúdostak szarra. Meg az autóba lehúzatta az ablakot, szarra fújt. Egyfolytában dolgozott. Akkor átértünk Bogárdra, mert én nekem onnan hátra vittek, onnan előre fölött bemegyünk. Azt láttam, hogy apu húzzák be mind a kutyát onnan előre, vagy onnan hátul így előre a kiskapunk. Mert még akkor is rúgdosták, azt oda kiabáltam, hogy ájulási ütőfek, azt akkor szólt oda az egyik rendőr vissza jobbra, azt mondja, anyád most ébredt föl. De akkor már láttam, hogy anyának csupa kék zöld volt az arca, meg itt a kabát csupa vér volt rajta. Engem jobbra állítottak apuikat oda előre, ahol a Márkát, azt a Márk már térdre esett, az öcsém. Azt anyu, ahogy ráfeküdt, hogy ne bántsák már tovább, anyut rúgdosták tovább, meg visszarakták rá a bincset, hogyha még egy ilyen izéja lesz, megmozdulása, akkor még többet kap. Meg amikor elvitték a Jancsikát hátra a nyomozók, hallottuk, hogy ott kiabál, hogy leüssék már tovább, hát a nyomozók is ütötték, hogy valljon be mindent. Szóval én csak egy zöld kapuja van a Marinak, de akkor is ott volt bent a Marna kapunál. Meg hogy vajon, hogy mit csinálnak, meg hogy hogyan, hogy büdös cigányok, rohadjatok meg. Na meg arról nem is beszél, hogy leburigattak minket csorba vízzel, és odaállítottak a falhoz, azzal szórakoztak, hogy fejbe akarnak minket lőni. Kivették a pisztolyt? Kivették. Még a kocsiba is kivette. A kocsiba is? Igen. Igen. Kocsiba is. A rendőrkapitányság udvarán történt? Ez a rendőrkapitányság udvarán, pontosan akkor bejárati ajtótól nem lesz. Hány óra körül? Ezt nem tudom. És a rendőrkapitány még odajött hozzá, tisztán emlékszek rá. Felemelte az állam és megkérdezte, hogy milyen jogon mertem én az ő kollégájához hozzányúlni. És akkor jött egy ilyen nagyobb, nagy darab, szerintem ő is nyomozó, vagy nem tudom kicsoda, besétált, hogy nem vagyok szolgálatban, de ezért meghaltok. És először is engem pofozott le, mert a Renátához, az ő csajához hozzá mertek nyúlni. És kaptam tőle egy olyant, hogy orromon, szánomon jött a vér, aztán amire apu fölnézett őt is, úgy megrúgta vállon. Szemem át rúgta meg. Igen, anyut is, meg a Márkot meg megfogta, így a padra, azt lebaszta, az hátrament, és lerúgdalta a 18 éves öcsémet. És mind ezért az egy nőért. És a kapitánytól kaptam olyan pontokat, hogy az orromon meg a számon jött a vér, azt nem volt elég neki. Saját maga a kapitány. Meg az édesanyám meg felemelte a fejét, úgy öklözte. A
kapitány. Igen, a kapitány. És azt merte nekünk mondani, hogy ha teszünk feljelentést, vagy lesz valami, akkor kiírtsa az egész családunkat. Kiírtsa a családomat. Én meg kiírtam azokat. Azóta kihallgattak titeket lopás ügyében? Vagy semmiféle idei kihallgatás nem volt. Ha bementünk Székesfehérvárra feljelentén, onnan is kizavartak bennünket. Már félkapitány úr, akkor már éjjel baszott a félkapitány. Bocsánat, mikor mentetek feljelentést tenni, és előtte voltatok az orvosnál, elvittek titeket az orvos? Minket éjjel, olyan két óra környékén elvittek oda az esztikai orvos. És ott mi történt, azt mássára létszik. És kérdezi tőlem a nő, mert először bevittek engem, és közvetlenül hozták utánam édesanyámat. Hát, hogy mi történt, hogy én vetkőzök le. Levették róla a bilencset, hogy levetkőzök, de végülis ha kellett, hanem meg kellett vetkőzni az öt fős úriember társaságába, amikor elméletileg csak a hölgy lehetett volna bent a rendőrből. Édesanyámnak nekem is ugyanúgy le kellett vetkőzni, és nem szólt a doktor annyit se, hogy beugodj valami, mert még sőt, hogy fel kellene minket gyújtani, mert a cigányok, mert mindig a cigányok. Ki mondta azt, hogy fel kellene? Arra ezt az orvosnő mondta. Orvosnő? Igen. Pontosan, hogy fogalmazott? Ja, ahogy végül is úgy mondta, mert ez nagyon megmaradt bennem, hogy van egy adag papírunk, vagy egy palmapapír, vagy valami ilyesmi, hogy körbe kéne őket rakni, és fel kellene gyújtani. Mondta a rendőröt? Igen. És ott jót röhögtek rajtunk. És a doktornő kérte, hogy vedd le a rajtad lévő ruhát? Igen, igen, kérte. Igen, a rendőrök kellett. Hozzád ért valamelyik rendőr közben? Nem. Nem? Tettek-e megjegyzést? Igen, hogy mit tudnának velem csinálni, meg hogy milyen izé lenne, meg miképp. Meg arról fantáziáltak, hogy melyik, hogyan adnát egymásnak, meg miképp. Meg ott a rendőrségen visszamenetelt, elvittek, hátra levet köztettek ott a WC-nél. Azóta rendes kávtét nyitottam, már minden áldott nap ott vannak a lakásomnál. Éjjel-nappal. Arra bolyognak. Ha mi keresni valójuk van arra, elképzelni nem tudom, mi bolyog. Ott mondta apunak, hogy a lányodat nem lesz szükség a börtöni tetkóra, mert már van neki. Köszönöm szépen is. Azt még el sem mondtam, hogy akkor éjjel megvárték a református papot is. Ha ugyanaz a rend, izé. Hat kocsi. Jó, hát a rendőr. Református papot nem hívjuk meg, nem tudok az ügyről. Az egyik gyerek az én fiam volt, a 14 éves fiamat, most nem mentem, le volt bilincsével, soha nem jár lopnak, mert az öt gyereket neveltem, és mind az öt ki van tanítatva, az én gyerekeim. És én a gyerekeimnek, amit mondok, tudják, hogy hol a helyük, nem kívánk bennem őket. Csak ölék, ha rájuk nézek, tudják, hogy hol a helyük, ezt mindenki tudja a faluban. Ez az én gyerekem nem kötni. Kérem szépen, oda mentem, úgy szóltak be nekem, hogy menjek, mert a mák le van bilincsővel. Másnap elmentem a paksidéhoz, megkérdeztem, mondom neki, megkérem szépen magát, legyen szíves, mondja meg, benn voltak a gyerekek. Azt mondja, nem, annyi volt az egész István, azt mondja, hogy kihívtam a rendőrséget, hogy valami zörejt hallottam hátulról. És kérem szépen, mivel nem volt semmi, a gyerekek kiugrottak az anomalitalok elé, az ő leányát, hogy ugrottak a kerítésen, a rendőr oda világít a lámpával. Mivel a gyerek nem volt természetesen személyhozzal, nem voltál ott, felejtette, fogta a rendőr, van mindegy, hagyjuk jönni, hogy elfogadkozunk. Oda ment, és azt mondja a gyerek, hogy akkor oda mentünk, oda sértünk, hát a bűncsödeket, azt mondták, hát most miért bűncsen meg bennék? Azt mondja, pofa, bár mindenket mindjárt le is fújt a kásprével. Az a szőkert, az a gyerek, mindenket lefújt a papíronba a kásprével. Azt akarom mondani magában, hogy lementem Bogárdra személyesen, mert mentem utána a kocsiba, mert azt mondtam, mert mondtam neki, hogy én vagyok az apukája a Márknak, és azt mondta nekem ott az intézkedő rendőr, hogy hát menjek le, igen, már kiskor a gyerek, azt mondja, már annyit nem hallgathassa ki. Igen, ám, de amire lementem a gyereket, már azt lehet mondani, hogy szarából felve. Magyarul megmondom. És akkor az volt még a másik dolog, hogy a Márkomat egy pólóra levetkőztették, le volt öntve, nem tudom milyen vízzel volt leöntve, le volt öntve, a gyerek rendesen vacogott, majd hullottak meg a fogai. És akkor a feleségemmel, hogy az élettársammal lementünk oda, annak is azt mondták, hogy szemét kurva takarodjon el a kapukból. Hát milyen dolog az? Csak énként beengedték, és akkor mondtam, vegye már le róla bilincset, nem köztörvényes bűnöző ez. Bocsánat, vegyem, és milyen sérülései voltak a már? Én elvittem a kiskorú gyámhatóságra, bevittem, és ott a hölgy áttelefonált az ügyésznőnek. És az ügyésznő mondta neki, hogy azt mondja, hogy inkább azt mondja, a fehérvári üzéhoz kellene fordulni,
fürdőségre. Na most mondják azt, hogy hát nem lehet azt mondani, hogy hagyjuk abba azt az ügyet, nem kell vele szórakozni. Mert hát a súlyos társasértés nem volt a gyereken. Ezt azt akarom mondani magának, hogy tehát a gyerek, hát a gyereket mondtam magának, hogy a... Most összezavarodtam már. Úgy mondtam, mondta az hölgynek, hogy mit szólna hozzá, maga menne sötét utcába haza. És pont magán nem lenne az a személyigazolvány, ő mondta a kiskor gyámadóságon az a kis alacsony kis hölgy, kis üdös hölgy. Mondta az ügyésznek azt, hogy mit szólna magának azt, hogy az ember nem így szóltotta, biztos is ismerik egymást. Azt mit szólna hozzá menni haza, azt mondja, valaki nem tudnám magad igazán jó agyba fölbe verne. Azt mondja, akkor azt mondja, ez azt mondja, mert azt mondja, rossz helyen volt rossz időben. Hát most akkor, ha rossz időben rossz helyen vagyok, akkor engem nagyon lehet ütni, vagy nagyon lehet csapni egy ember. Mindenkinek vannak jogai. Nagyon rossz válaszok volt. Mindenkinek vannak jogai. És én most mondom magának, én 40 évet ledolgoztam úgy, hogy nem teszek senki különbséget, most magyar vagy cigány, engem nem érdekel. Én ebben a közösségben nőttem föl. Én nem tettem sosem kivételt, meg nem utál senki se, nem utálnak a magyarok sem, meg senki se. Én mindig a munkámból értem. Meg abból értem, hogy meg tudtam keresni pénzt. És akár nem költ sose, maga Katrinát ismert, ő ismert a apámat is. Az is olyan ember volt, hogy nem költ, hogy te szégyenkeznem a szüleim se. A cetszer elmenne le, oda ott se kéne az én szüleim, az egyik szüleim se kéne szégyenkezni. Mert olyan embereket nevet, aki, hogy én már általán sok magyarnak nem tettni hozzájom, olyan embereket nevet. Mi mind dolgozorgalmas emberek voltunk világ életünkben. Köszönöm szépen is. Csak annyit akartam hozzátenni, amikor hazavittem a gyereket, 40 fokos lázban volt két napig. Annyira agyon volt locsulva a hideg vízzel, kint ütették. És akkor ráálltam a pulóvert, azt mondta a gyerek, amelyen szerültem, rögtön rátették a bilincet, meg az árkába jól megnyugtatták megint. Ennyit akartam hozzátenni, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én János Ismán vagyok, és azt szeretném elmondani, hogy a szüleimben mi volt, mert ez velem történt legelőször az egész minden. Hogy semmi közöm hozzám, üljek vissza az autóba, és akkor kivették az öcsémet, és neki is ugyanúgy lefényképezték a cipőjét. És utána rá egy 10 percre jött a bátyám. És ő kérdezte, hogy miért vagyok ott, meg minden. Hát mondom, nem tudom, mert nem mondanak semmit. Mondom, hogy biztos elengedne. Ott még nem. Aztán utána jött a nővérem, a Zolán Márta. Aztán kérdezte, hogy most mi van, hogy miért vagyok ott. Erre meg a rendőrnő azt mondta, menjen el onnan, mert előállítsa. Mondd, hogy miért van. Elment a nővérem, elment onnan, és rá egy 10 percre visszaütettek az autóba megint. És utána jött az apám, az Zolán János, azt láttam, és ő is kérdezte a rendőrnőtől, hogy mi van, mi nincs, meg az autóba ültem, és utána már csak arra voltam figyelmes, hogy ottan leteperik őket a földre. Aztán az apám ott érdel a rendőr, a nővére ment a zárokba, a rendőrnő ottan lenyomta, lefújták őket azzal a sprayvel, vagy mi az. És utána előállították minden őket. Utána levittek minket Bogártra, őket elővitték le, mint engem. És mire levittek engem, és mire levittek engem Bogárdra, engem egy hátsó kapon vittek be autóval, és a rendőr, az egyik rendőr segített kiszállni, és fogta így a kezem, és úgy kellett mennem, és akkor odaértem előre, ahol nem tudom, ilyen pad volt, vagy mi, és az anyám az ott ült előtte, és kérdeztem az anyámtól, hogy anya, mi van, jól vagy? Erre meg egy rendőr elém áll, és így csinálom, hogy majd most jól lesz, hogy te is. Majd most te is megkapod a magadét. És erre szóra megfordítottak, meglöktek, és ahogy léptem előre,
úgy hátba rúgtak, ott összeestem. Aztán elkezdtek ott rúgdalni, ütni, vágni. Elvesztettem az eszméletemet is. Utána arra ébredtem meg, hogy nyakon ütöttek vízzel vagy valamivel. És utána azt hallottam, hogy a nővérem, az Ulá Márta mondja azt, hogy nem lesz már elég. Aztán a másik rendőr meg mondta neki, hogy anyád valami ilyesmit mondott, az anyámmal mondott valamit kapcsolatban, azt tisztán nem hallottam. Aztán utána engem meg odajött az egyik rendőr, felültetett, kérdezte az igazolványom van-e, mondtam, hogy odaadtam a kollégájának, egy ilyen szőkeajú rendőrnőnek. Aztán utána mondta, hogy jó, akkor is diktáljam le az adataimat. Lediktáltam mindent. Visszafelé jöttem a Loránd parkoló felé, igazolták Celler Ferencet a vejembe. És megláttam azt, hogy igazolják, oda mentem hozzá, azt mondja a vejem, hogy apos, mert háromszor-négyszer kipakoltatták velem a kocsit. Mondom, meg azt mondja, elvitik a forgalmiát. Mondom, jó van vejem, mondom, hagyja, mondom, itt ez a kocsit, szedjük szét, értve szedve a kocsit, ne foglalkozzál vele. Erre mondja nekem a Sepcsik Zsolt rendőr, hogy igazolványokat. Úgy mondjam, ismert engem a Sepcsik Zsolt, mert polgári voltam, ismert. És mondtam neki, hogy egy pillanat, mindjárt hozom az igazolványt. És mondtam a feleségemnek, az illető Kovács Beátának, hogy hozza az igazolványomat a kocsiból. Egy 5 méterre volt az igazolvány a kocsitól. Felből bőszülve Sepcsik Zsolt, nem kell igazolvány, mert a feleségem hozta volna az igazolványt, az én kezemet hátra csavarták a kezemet, nekivágtak az Opelnak, az Opel Asconának, nekivágtak engem. A feleségem hozta az igazolványomat, meg a papírjaimat, lefújtak minket. Utána betettek a kocsiba, bevágtak engem a kocsiba, a rendőrkocsiba. A Sepcsik Zsolt bevágott nekem egyet a kocsiba, hogy feküdjek. Bevágott nekem a rendőrkocsiba egyet, utána jött Ravasz Ferenc, az édes testvérem. Jött szólt, hogy miért vagyok lebilincselve. Azt mondta neki a testvérem, hogy egy igazolvány miatt nem tudtam magamat igazolni. Erre nem is azt mondták, hogy hát igazolja magát. De ilyen flagmán álltak már hozzá. Mire a Vakre Lajos, az édesapja, a mustolapám, hozta volna, hogy... Köszönjük már! Üljetek már! Üljetek már! Üljetek már! Üljetek már! Üljetek már! Jött, hogy igazolják, és mondta, hogy anyás nincs az igazolvány, hogy jósítvány, kocsinál volt anyás, az édesapám, a Vakre Lajosnál, és amikor hozta volna oda, az öcsémet is, nem is bilincsítek, hanem egyből le is rúgták. Melkorodott, meg elrögtek, azt összeesett. Rámentek ketten a nő, meg a Sepcsik Zsolt, ráment, kicsavarták a kezét neki, és hát nekivágták a kocsinál. Amikor a Vakre Lajos hozta volna az igazolványt, oda akarta adni a Sepcsik Zsoltnak, lefújták. Lefújták édesanyámat, lefújták Ravasz Istvánnét, meg Vakre Lajos lefújták. Ez itt megtörtént, engem beültettek a rendőrkocsiban, nagyon gyorsan ment a Sepcsik Zsolt útközben, mondtam neki, úgyis jön meg engem, most műtöttek engem a lántékon, hogy úgyis jön meg, hogy nekem ez nem tesz jót, hogy engem megütött, meg is haltok. De azt mondja nekem, nem vagy cigány, azt mondja. Amire ezt mondtam, szóltam neki, hogy miért vagyok az én cigány, az én családomhoz. Halljak. Nem hiszem el, hogy 5 percre nem tudtok csöndbe maradni. Menjen ki, aki nem akarja meg. Jönnek fel! Nem hiszem, amit.
Azt mondták nekem, hogy halljak meg a családommal együtt, hogy kinyírják a családunkat. Köröztről mindenki így jár, mint én. Bementünk a rendőrkapitányságra, nagyon gyorsan mentek be, ránk zárták az ajtót, kin a kapuna, kinyitották nekem az ajtót, 3-4 rendőr, kihúztak, ütöttek orba, szájba, nem néztek semmit, jön a Sepcsik Zsolt, elővette elisztíni boxert, abban ütölt el az oldalbordámat. Szabályos boxer volt. És engem tőlem elmentek, már nagyon levoltam, jött be Ravasz Ferenc, behozták. 10-12 rendőr kihúzta, szétrudósták a fejét neki, gyomorszával, volt egy karat is, meg eltudták az oldalbordáját egy rugással. Oda akartam menni, hogy segítsek neki, le voltam blincselve, hogy ne üssék, mert oda mentem volna. Én is olyan kaptam a nőtől, hogy nem tudom, összeestem. Fölállítottak, vittek a zárkába, letettek. Az öcsém az Gyüne egy nagy darab csáján, civil ruhás, nagy hasú. Ilyen keze volt, mint az én 3 kezem. Rávágott az öcsémnek a tarkójára, leesett a földre, lement a földre. A földön nagyon rúgdosták, csak annyit vettem észre, hogy akkor hozták be, az öcsém össze volt szakadva, remegett, beszélni nem tudott. Nagyon csúnyán nézett ki. Betettek minket a cellában, én még kim voltam édesanyámat, figyeltem, hogy mit csinálnak édesanyámmal, aláírtak vele egy papírt, 2 kopasz rendőr azt mondták neki, hallgasson, ez a mocskos cigány, pusztuljon, dögöljön meg, ez a mocskos cigánynő. Azt mondom neked, hogy beszéltek így az édesanyámmal? Miért cigányozatok le? Hogy beszéltek így vele? Miért dögöljön meg? Félreúztam magamat, mert jöttek én felem, azt hittem, hogy megint meg akarnak ütni. Fejemet félrefordítottam, nem bántottak, bevittek a cellába. Szóltak egy 10 perc múlva, hogy orvoshoz kell menni. Az öcsémet, Ravasz Ferencet elvitték az orvoshoz, hogy megvizsgálni. Az öcsémnek megszítottak a kezét, ha mer szólni az orvosnál, hogy rendőrök megverték, még többet kap. Az öcsém nem mert nekünk szólni az orvosoknak, hogy megverték, kijöttek. Megyek én, nekem nem merték azt mondani, hogy ne szóljak a rendőröknek, hogy ne szóljak, hogy nem bántottak. Én magamtól mondtam, mutattam, hogy kik bántottak. Rájuk mutattam. Erre a rendők letagadták, hogy ők nem bántottak. Én akkor is mondtam magamért, igen, megvertetek, mondom, vannak nyomok, megbántottatok. Visszamentünk, bementek a zárkába, beraktak engem, azt veszem észre, hogy az öcsémet jött 2 új, ilyen váltás volt. 2 új rendőr jött, az öcsémnek kintották a cellajtát, bementek, agyarúgdosták az öcsémet, Ravasz Ferencet, le volt bilincsi, agyarúgdosták a cellába. Kiszólok nekik, miért bántsátok az öcsémet, már úgyis volt már, miért bántsátok? Annyit hallottam, hogy jöttek ki, bemegyünk most a bátyádat, elrendezzük. Én már készen voltam, mert nem mutattam már bilincs, úgy felálltam, hogy nehogy hirtelen kapjam az ütést. Felálltam, arrébb álltam a sarokba, jöttek rám kiabáltak, miért van rajtam füző? De füző nem volt rajtam, mert ilyenkor leveszek a füzőt a cipőn. Azt akartak, hogy hajoljak le, hogy fejbe tudjanak rúgni. Nem hajoltam le, mert tudtam, hogy akkor bántalmazni fognak. Erre kijöttek, hát tudom, 8:30 lett, azt mondta a kapitány, nem tudom, aki aláíratta velünk a papírt, hogy már megint elestetek, azt mondja. Összetörtétek magatokat már megint. Amikor látták rajtunk a bántalmazást. Mondom neki, nem elestünk, mondom, minket a rendőrök megvertek. Á, nem vertek meg itt a rendőrök, nem bántottak benne. Utána kiengedtek minket, az öcsém elment ilyen orvoshoz, akkor látjeletét. Másnap meg én is elmondott látjeletét, a rendőrök elém állnak. Igazoltattak engem a rendőrök másnap. Rendben volt minden, belekötöttek azért, hogy hát magukat, magukat ennek mi ismerjük, látjuk magukat tegnek. Ebből kaptunk egy 10 pontos csekk. De ez már folyamatosan volt, már napokon. 50 000 csekkeket kapok, 30 000 csekkeket. Kérdezem, miért? Ha rendben van minden, erre nem szólnak, csak igazolják. Magukat meg kell büntetnem, mindig azt mondják. De mondom, mire biztos úr? Nem követtünk el semmit. Rendben van kocsi, minden rendben van. Akkor már besegítünk a kocsiba. Ha gyalog megyek, akkor igazolnak. Nagyon rád van szállva, és megkérdeztem a rendőrtől, miért van ez, a Sepcsik Zsoltól. Sepcsik Zsolt azt mondta, hogy ő közvetes megbízott, ő neki a polgármester azt, hogy adta ki ezt a dolgokat. Ennyit tudok elmondani erről az ügyről. Ő egy
keresztül megbízott ez a Sepcsik Zsolt. Ki adta nektek az, bocsánat, az orvos ki adta el átmenetet? Az orvos kiadott egy papírt, de a Bosárbogádi orvos kiadott egy papírt nekünk, ambulanciás papírt, de mi azt nem kaptuk meg, az ambulanciás papírt, nem. Csak az orvos azt javasolta, hogy menjünk át röggelre, menjünk el, minél előbb menjünk röggel. Az Bogárdon volt, vagy? Bogárdiak mondták, Bogárdi. És Fejvárra mentetek el? Fejvárra mentünk be, igen, igen. És akkor telefonáltak. Ez reggel volt? Június 7-én reggel? Nem, hajnalban, abban az időben. Igen, el lett menve, igen. Abban el lett menve. Székesfehérvár kórházba, igen, a sürgősségére. A sürgősségiek meg telefonáltak a rendőrkapitányságra, hogy 8 napi túlgyógyulási sérüléseket szenved Ravasz Ferenc. És meg lett a látalep, mint... Igen, igen. Az orvos letelefonált a rendőrkapitányságra. Mert nagyon nagy fel volt már háborodva, hogy... Akkor Feri már elmondta, hogy egy rendőrök vártam. Igen, elmondott. Mindent elmondott. Ott már mindent megmondott. És mit állapított meg a röntgen? A röntgen két bolta törése neki, meg itt a gerincen valami félrecsúszott neki, valami gerinc. Meg itt halál, csigolya. Igen, meg itt halántétem vérről volt neki itt a homlokán. És lehetett mutatni, mert fel lett véve. Anyukádnak milyen sérülése? Édesanyámat az olyan sérülése volt, hogy... Gyomorszájban, de az ott a kapitányságon, gyomorszájban, igen. Tetszik mondani? Ami kiabáltam azt, hogy ne bántsák a gyerekeket, mert megölik őket, mert már így is még vannak halval. Azt mondta nekem az egyik rendőr, mit akarsz te cigánkúrban? Azt, hogy akkor neked is valami? Azt, hogy ugyanúgy kapsz az, hogy amit a családod azt mondja. Azt, hogy nem érdekül azt mondja, hogy kik vattok, de az egész cigán kipusztusság keresztúrban azt mondja. És akkor, mikor leültem, akkor elkezdtem kiabálni megi, hogy hát a gyerekek a földön sikítoztam, ordítottam, könyörögtem, mindet csináltam nekiük. Azt mondták, hogy ennél többet fognak kapni a családod, amíg kiabálsz, azt mondja, még segítségért kiabálsz. És akkor, mikor bevittek, akkor azt mondja az egyik rendőr, azt mondja, le kell fújni, azt mondja, megint azt mondja, nem volt elég, azt mondja, hogy sárkeresztül, megint le kell fújni, azt mondja, azt a büdös hingyót, azt mondja. Amihez szóltam, az egyik odaugrott, Gyomorszájba ütött, hogy összerodta. Akkor kinyitotta a kajtót, ablakot, hogy menjen ki az a üksfél, amivel fújtak, hogy hát meg ne fulladjanak. És akkor föláltam, hogy hát ámos zsibadban a lábom, föláltam, az rendőrnő elvédén kinyitott a pisztolynak a szokját, elakadta venni a pisztolyt, hogy majd én, ha megyek kipele, akkor végé agyon ül. Legalábbis azzal fenyeget. Igen, igen. A szökésben. Az ilyen munkamentot, azok az egész cigán kiítsák sárkeresztúrból. Vasárnap. Na, hogy érzi magát Ferenc? Jobban van már? Úgy kérdez, hogy ravaszul legyógyultak a sérülései? Ezt mondta. És mondta a gyerek neki, hogy jobban vagyok, nem mert a gyerek visszaszólni, mert fél. Utána rája, most pár napra mentünk a boltba, hogy majd menjünk az ósemben, a gyereket bevisszük. A bolt előtt leigazultak, elvették a kocsi papírokat, abba kötött bele, hogy nem volt a kocsi. És ha nem lehet elmenni egy utol, mert mindig kutyát állják az embernek. Ha csinál valamit, ha nem. Mindenhol. Nem merünk már kimenni az utcára, mert attól félünk, hogy hát nem törik az ajtót, ablakot. Vagy hogy betörnek hozzánk. Már előbb-utóbb ugye, mert minden nap a kocsik arra járnak a rendőrkocsik. Egy nap 5-6 kocsik. Az igazság ennek oka van, mert nem maga maguk, hogy járnak a rendőrök. Ezt nem felettek világosítva. És akkor így felesnek az útban, hogy van egy kivarat. Megvan elmondani.
Mikor megtörtént a parkolóval az eset, már nyújtottam át az okmányokat, és belefújtak a szemembe. Akkor, amikor és a kártatlanodat... Igen, igen, amit elmeséltem, így van. És elvitték őket Sárgazára. Én utánuk mentem. Bementem, hogy feljelentést teszek, hogy mi akkor fújtak engem is le, meg az apósomat bárki. Azt mondták, takarodj el innen, de nagyon gyorsan takarodj el innen, és háromszor így jártam. Háromszor el lettem zavarva a kapukból, hogy nem tett egy feljelentést, majd telefonon megtehetem. Elmondtak, lehordtak mindennek engem. Míg jött ki ilyen nagy darab szemű napszövegben volt, fekete haja volt, és nekem akart támadni. És kimentem hátra az esztéka felül, Sárbogárdon, a rendőrkapitányságnak, van ilyen kis ablakjai. Mondom, ott tartsák a foglyokat. Ki voltak nyitva mikorra, és oda mentem, ott hallottam a jajgatásra, hogy kiabálásokat, mindent, hogy ütötték, várták. A férjelet is. Így van, így van. Minden percben megbüntetik, mindegy, hogy ki az. Nem tudják magukat megvédeni egyáltalán a rendőröktől, mert azt mondják a rendőrök, hogy felkérésük van, hogy sárkányszerűen a cigányokat nyírják ki. És az minden körülöttem lévő cigányok fogják keresztül a lévőzni. Már nem tudnak megmozdulni, mert sajnos vannak olyan emberek, akik támogassák a rendőröket, nem személyesek, támogassák a rendőröket, és felkérjük őket, hogy körülöttem mi folyjon. És a rendőrök meg élnek a hatalmukkal. Hogyha náluk van a szemigazolván, akkor is leviszik a gyerekeket. Megverik őket. Úgy engedik haza. Vagy, mint a feleségem már történt egyik nap. Bán volt a polgármesteri hivatalba, jött biciklivel, jött utána a rendőrkocsi, leszállt a bicikli, mert orvosok kellett nekem menni, gyógyszerekat, mert indulni. És akkor a rendőrök álljáig kiabáltuk. Megállt a feleségem, szóval, amikor szembenéztek, azt mondta, elnézést kérek, azt hittem, a Horváth Jánosnak a familiája. Zolán János. Vagy a Zolán Jánosnak a familiája. És mit akar maga abban, mondta a feleséget. Mit akar vele a Horvátéka? Majd meg fogják tudni ezt. Vagy a Zoláéka. Meg fogják tudni ezt. És nekünk ez nem elég, hogy csak itt vagyunk, mert a rendőrök ugyanúgy fogni, folytassák. Mert azért félnek a cigányok kiállni ide. Hogy a megtorlástól félnek, a sok büntetéstől, mert kijelentették azt, hogy lesz a bodzaszedés, az így egyik legjobb hónapja lesz. És a cigányok nem félnek 200 kilométerre elmenni, nem igazolják, mert elengedik őket a rendőrök. De amikor abára beérkeznek, félnek ideérni keresztúrra, és fejfelegetik, hogy elviszik a csetét, meg mindenféle iratot kértek tőle, származási papírokat, meg minden. Mert teken mondták ezt a rendőrök. És akkor a cigányok azért nem jönnek el, és azért félnek, itt Sárkeresztúrban. Legutóbb, amikor itt voltam, akkor te mondtál egy nagyon szép mondatot, megpróbálom visszaadni, de javíts ki, hogy hogy volt. Igen? Azt mondtad, hogy ha a cigány nagy nehezen kap egy munkát, és elmegy, megkapja ezt a kis pénzt érte, igen? Alig, hogy beteszi a lábát Keresztúrra, jön a rendőr és elveszi tőle, vagy a többszörösére megbünteti. Igen, pontosan. Ha véletlenül még szólni, mert akkor nagyon is veszi. Ezt mondtam az előtt. Mivel itt Sárkeresztúron a cigányoknak majdnem a 100%-a abból él, hogy kereskedik, lomtanítani jár, csetézni jár, mávázni jár, mindent szednek. Félnek hazajönni, mert van egy kis pénzük, akkor nem, ha keresnek 20.000 forintot, ők megbüntetik 50.000 forintra, vagy többre, vagy elveszik a forgalmit, vagy valamit belekötnek, ha nem tetszik, megverik. Mert nem áll oda senki melléjük. Senki nem áll oda melléjük. Nincs olyan ember Keresztúrban, tisztelet a kivétel, kisebbségi önkormányzatok vannak, akik az a dolguk, hogy a cigányságot képviseljék, és nem képviselni. Mert ha telefonálnak nekem a 15 éves fiamat, ha megverik, csak egy példa, én telefonálok és azt mondják, hogy nem. Meg több ember, nem akarok személyeskedni, itten senkiről se. Sárkeresztúr mi folyik. Csak a cigányok nem mernek itten nyilatkozni. Egyáltalán egy se. Eddig mindenki nyilatkozott és... De olyanokról nem mernek nyilatkozni, ami fedi a valóságot. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, testvére. Köszönöm, a neveteket mondjátok már. Jó, Szakállas Istvánné vagyok, és köszönöm, hogy szót kaphatok. Sajnos nekünk is volt a családunkban ilyen incidens. Megkerestük a Fejér megyei kisebbségit, a Babit, akinek köszönöm most ezúton is,
megkerestük a keresztúri kisebbségit is, az Olá Lászlót, a Subrit, kétszer oda mentünk hozzá, vagy német, elnézést, Subri, én így ismerem. Kétszer oda mentünk hozzá, semmit nem csinált, azt is köszönöm szépen, Subri. Hát pedig akkor életem a picsit volt. Az akkor az volt, na mindegy, lényegtelen. Csak hogy igazi faluképet adhassa. Ezek az emberek, akik elsérülést szenvedtek, az én családommal is egyetértve, ezek nem bűnözők. Igen, a bűnöző, az kapja meg, most is remegek, mert dúlnak bennem az érzelmek. Mert az én családommal is ugyanaz történt meg. De hogy igazi képet kapjon a mindenki, aki itt van. A magyarokat, a Tihamér Kati nénit, meg akik itt vannak, a Görög Marika nénit, most megkérem, hogy már a szüleimet is ismerték, minket is. Milyen embereknek ismerik engemet is, meg az őket is. Ők nem bűnözők, mi nem vagyunk bűnözők. Ez nagy szó. De mi úgy vagyunk kettőnk, hogy bűnözők, igen, aki bűnöző, kapja meg a jogos büntetést, de nem a gyilkulásokat, a veréseket. De aki meg nem is bűnöző, az szó szerint retteg ebben a faluban, elnyomás van. A fiadat mondtál. Hát a fiamat is levitték, csak azért, mert este volt, nem akartam már bekikanyarodni, mindegy. 10 óra körül volt, azért, amért ment az utcán. Az akkori, nem is tudom, hogy fejezzem ki. Mondjad magyarul, akkor nem tudod másképp. Falu őrök, éjszakai falu őrök, a munkások, nem a hivatalosok, az önkéntesek. Gyanú személyeket láttak, soha nem volt semmi büntetés az én fiamnak, rendőrökkel soha nem volt semmi incidense. Elvették az igazolványát, levitték Bogárdra, és megverték őket. A járőrök, a falusi polgárőrök? Igen, igen. De sajnos ilyen hallottak. Rendőrjárőrök. Igen. De azért nem is akartam elvetni, 23 éves. És mit mondtak ők? Meg hogy cigány. Meg hogy a akkori falu őrök, ki voltak a gyerekben rúgva, nem tudom én miért, és fölkérték őket, hogy lássák el jól a dolgokat, ennyi. Itt így működnek a dolgok. Itt így működnek. De azt nem tudom, nem a közhasznos voltak? De. De nem tudom személy szerint, hogy ki voltak. Na, közhasznos. Nem mondok. Személy szerint. Hát én ezt kérdeztem. Na akkor én most elmondtam pontosan. De azt mondtad az előbb, hogy rendőrjárőrök. Nem, én mondtam is. Ők jelentettek, nem, és a járőrök jöttek. Mondtam is, hogy nem rendőrök voltak. A rendőrök megverték őket. Igen. Azok is vitték le Bogárdra, elvették az iratot, és gyalog igazolvány meg irat nélkül haza. Én jelentettem is, de sajnos mindenkinek azt mondják, hogy széllel szembe pisíni nem lehet állni. De akkor is megpróbáltam, tudtam, hogy nem lesz belőle semmi. Ügyvédet fogadtam, szegény vagyok, akkor is ügyvédet fogadtam, de semmi nem lett belőle. De itt belül meg vagyok nyugodva, mert a gyerekemért tettem valamit. Ennyi. Köszönöm szépen a szót. Németh István merre volt? Hol volt? Az a cigány kisebbségnek az elnöke. Hol volt? Németh István, szeretnék a választ. És ilyenkor mi a dolgok? Hadd mondjak én választ, mert hadd mondjak én esetek egymásban. De nem, én ezt szeretném mondani, én válaszolok a Pisti helyet is meg magam. Most az, amit ugye az előbb mondták, hogy megkerestek, és nem reagáltunk a megkeresésükre. Ez igaz, hogy megkeresed, de azt is mond hozzá, hogy kerestél meg. Hogy megkérlek? Nem, várjál, kiszálltál az autóba, dolgoztam az emberek, kiszálltál az autóba, elkezdted az urazzal együtt kiabálni, hogy mert neked az a dolgot, meg ez a dolgot. Mert én már szóltam a Babinak, mondom, nem, jó. Nem, szemekben nem mondom, hogy nem itt van. Mert így. A Babi, aki a mellőre fölokosított, hogy kérjelek. Te kérjelek. És azt mondta, hogy én már voltam a Babi. Nem mondom, jó, akkor menj a Babihoz, intézkedjen az. Az egyik ez, a másik meg az, hogy nem voltunk a sárkogádi rendőrkapitányságon, ketten a Pistival, és pont ebben az ült a tárgyal. Úgyhogy ez nem igaz, hogy nem csináltuk. Meg azóta is folyamatosan. Bocsássák, én abban indulok ki, hogy ti egy cigány kormányzat nagyon gyenge hatásokkal dolgozik, nagyon gyenge egy ilyen rendőri erőt. Így van, hát így van. Mikor minket is megfelelődik. Tehát ilyen látja felelőssége volna benneteket, azt tisztázzunk, hogy neki nincsen semmi jogunk, semmi hatásfölünk, semmi hatalmunk ezzel a rendőri erővel szemben. De vagy folytasson a mondatot, bocsássák. Megfelelődik. A mélyek, ha nagyon intézkedni, szétcsapkodnak bennük. Ki?
Na, viszont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mi hangzott el a tárgyaláson? Mert ez viszont érdekes. De ha téged nem vannak egy ilyen tárgyalásba, hogy te a cigányok nevében egyezkedj a rendőrökkel, akkor viszont köteles vagy pontosan tájékoztatni a rendőröket is arról, hogy a cigányokkal mit követnek el, és köteles vagy a cigányokat is tájékoztatni, hogy te mit mondtál a rendőröknek az ő nevében. Hát akkor, ez nem történik meg, akkor tedd meg most. Tehát lemondunk Sávagában, hát a tűnik, hogy történtek ezek a bal. Már nem, tehát nem az volt az első, előtte is, az utána is történt, hogy a családok, mikor a két roma család összeveszett, akkor kimentek nem tudom hány rendőrautó, és ott a legkisebbtől, az asszonytól elkezdve mindenkit megvertek. Akkor mi lementünk, és ugye beszéltünk, hogy miért történik ez. És akkor azt mondta, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy a kisebbség önkormányzatból szólni a rendőrségnek, hogy legalább együnk legyen ott, hogy ugye nyomot tudjuk, szemmel tudjuk követni az egészet. Erre azt mondta a kapitány úr, hogy nem garantálja a mi, hogyha ott leszünk a testépségünket. Tehát ezekkel a szavakkal. Diktafonra föl van véve a közmeghallgatáson volt, ezt a kapitány jelentette ki. Nem is ember, nem is munkás, aki bemegy úgy, hogy nem büntet meg valakit, vagy nem várnak meg. Erről maga is tud polgármester azt mondani, hogy mindenek így van. Amit itt kijelentett a kapitány. És ő szó szerint azért nem márt eljönni, nem márt itt az emberek szemébe belenézni. Már ő biztos, meg ő is ugyanúgy ütött az embereket. A kapitány. Hallgassuk meg a polgármester. Így, ahogy mondom. Ez így van. 6 hónapig kint dolgoztam az éjszakában, együtt dolgoztam a rendőrökkel. Együtt dolgoztam már itt. Mégsem volt becsületem, volt úgy, hogy a 10 emberből 3-ot úgy vettem ki a rendőrkocsiból. Ha ne vigyék le Sárvogárra. Meg szó szerint azt mondta a Renáta, ha nem megy, nem mentek be. Tetves faszopok, megdöglötök. Igen. És Renáta, és bekörülök megkérdezni, az így van. Nekem meg bíróság. Már tényleg annyira elegem van belőle, hogy olyan ember nem jön le. Bocsánat, nagyon köszönöm. Olyan ember nem jön le, aki csinálja az egész. Én nem nyilatkozottam meg. Miért ne nyilatkozottam? Nem vártam a polgármester, azt ott már nem vártam. Hát Mászlányom, úgy gondolom, nem kell személyes bántásnak vennem, és nem is érzem annak, amikor Jánossal történt az ominózus éjszaka, utána találkoztunk, akkor is ezzel hoztam az információ, hogy azon megjegyzés elől, hogy ezt én generálom, vagy én utasíthatom a rendőröket. Azt mindannyian tudják, a jelenlévők is, hogy a rendőrség az egy zárt rendszer, az egy karhatalom, az nem polgármesteri és nem önkormányzati hatáskörbe tartozó a működési elve szerint. Tehát semmiféle jogom nincsen arra, hogy én nemhogy kérjek, itt inkább az utasítás, azzal a hírekkel jöttök, itt most már 2-szer, tehát többször hallottam ezt a kijelentést, hogy én utasítom a rendőröket. Ezt nem tehetem meg, és aki egy kicsit közelebbről is ismer, az el is hiszi rólam, hogy nem is teszem meg. Együtt dolgozom, aki nem ismert régebben a faluban, együtt dolgozom veletek. Úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk az mindenképpen emberi. Senki fölé nem helyezem magam. Ha bármilyen megbeszélni valónk van, azt megoldjuk. Nem takarózom és nem mentegetőzöm, ezért nem veszem személyes sértésnek ezt, csak elutasítom ezt a kijelentést, hogy a rendőrséget bármilyen kijelentéssel én utasíthatom, illetve kötelezhetem, vagy kérhetem, hogy ilyen brutális dolgokat tegyenek. Amiket itt hallottam, azok mélységesen megráznak, főleg a képi előrevetített és elképzelhető része. Még egyszer mondom, nagyon szomorú vagyok, hogy ilyeneket kellett megélnie bárkinek. Ezeket, ha lehetőség van rá, akkor egyesével személyesen kell tudni megoldani, hogy a kisebbségi önkormányzatnak nincsen ezügyben hatásköre azon kívül, hogy észrevételezi, vagy véleményét megpróbálja nyilvánítani, az önkormányzatnak sincs. Tehát nem vagyunk ezügyben
tárgyaló partnerek, hogy mi az, ami megtehető, főleg nem egyesével bizonyos esetekkel kapcsolatban, hogy az miért történt, vagy számonkérési jogom sincs. Nem nagyon akarom újra és újra ezt elmondani, csak azt kérem, hogy amikor hasonló kifejezés elhangzik irányomba, akkor azt is mi tessék mellé tenni, hogy aki ismer, azt elviszi ezt róla. Illetve maga az a dolog hihető-e, hogy az önkormányzatnak erre ráhatása van. Még egyszer mondom, hogy nincs. Tehát tőlünk függetlenül működő szervezetről van szó. Nem jövök azzal elő, verésnek nem volt a áldozata, az ellenőrzések rá is tőlünk vonatkoznak, és amikor a szabályok mentén nem jól teljesített, akkor a büntetés rám is érvényes. Nem akarom lengetni a csekket, amit nekem is be kellett fizetni, mert olyat tettem. Működik, hogy hamarabb akarok odaérni, de ez nem mentek, tehát nem mentek a közésnek szállnak. Igazából az egy kifejezés, hogy én utasítottam bármelyikőjüket. Tényleg itt van a kapcsolattartás a működésem alatt erősebb a rendőrökkel. Az utóbbi másfél évben, akkor, amikor elkezdtük megszervezni az éjszakai őrséget, annak is oka volt. Ugyanilyen falugyűlésen, meg kisebb körben is megbeszéltük, mert azt mondtuk, hogy semmelyikünk nem tűri, hogy az időseinket, a mi édesanyáinkat, a mi nagyszüleinket annak tegyük ki, hogy összekötözve úgy kelljen véresen átmászni a szomszédba. Innét kezdődtek igazából a problémák, mert előtte is voltak betörések, voltak, akik elvitték a bizonyos dolgokat, meg tyúkra, meg vasra volt szüksége, de nem volt addig elszabadulva a dolog, amikor a nénit félholtra verték. Onnétól kezdve... Innentől fogva általános. Ez az általános... A rendőrök szakállás iskámért, mikor megjötték az X-fiamat, abban az aminutos időpontban levárték, csak a szabály állítsd, hogy a szabályba vágják. De nem is az, hogy nem ezt a polgármester asszony. Csak egy mondat elejét. Minden rendes alkalommal azt látják a topányban a rendőrök bele, hogy a keresztúri romák, cigányok, hogy az öregasszonyokat ütik, vágják, kirobolják. Nem minden egyes cigány bűnöző. Köszönöm. Nem akarok hosszan beszélni, még egyszer mondom, mert valahogy ott szakadt el talán a vonal, hogy az együttműködésben pont ezen akartunk tenni, hogy ne az legyen a mondás, hogy a keresztúri cigányok már pedig ilyenek. Ezért történt az... Nincsen keresztúri rendőr. Sár keresztúrra kihelyezett KMB-sek vannak. A kapcsolattartásban az, hogy helyet biztosítunk egy kameraszobának, amit azért nyert pályázatom, azért pályázott erre az önkormányzat, hogy a faluban a közbiztonság javuljon, és ennek helyet ad az önkormányzat. Ebből kifolyólag a többször előfordulnak nyilván az önkormányzatnál, de ez a kapcsolattartás, ez nem barátkozós, ez nem arról szól, hogy milyen szép idő van, vagy éppen kit kéne bántani. Tehát soha nem arról szól. Mikor a ravaszokat ütik a parkolóba? Ha van egy ilyen szoba? Anita, szívesen válaszolok, szívesen válaszolok erre a kérdésre is, mivel a parkolóban van elhelyezett kamera. A kamera felvételeit a rendőrség veheti le, a nyomozat, hogy ha történik, itt most egészen furcsán hallom, hogy nincsen bűneset kivizsgálása, akkor biztosan, amikor a feljelentést tette az István, annak kapcsán biztosan lesz. Szemeteltünk azért mondtam, tehát mivel nincsen ráhatásom, beszélhetünk erről, meg meghallgatom, mert meg is hallgatta, amikor nálam jártak is, csak biztos, hogy nem az én tisztem semmelyik irányba állást foglalni, mert ez egy ügyészségi hatáskörbe tartozó kivizsgálás, amihez a kamera felvételeket a rendőrök onnét levehetik. El nem egyedi eset. Ha bicikli eltűnésről van szó, akkor is jönnek, hogyha autó ment, az is akkor is jönnek. Nem akarom sorolni, hogy milyen egyszerű esetek szoktak az utóbbi időben előfordulni. Szerencsére az a súlyos dolog nem ismétlődött meg. Tehát én nagyon szomorúan hallom István, hogyha azt mondja, hogy a keresztúriakra azt mondják, hogy öregasszonyverők.
Nagyon szomorú vagyok, amikor a Rózsikanit látom, vagy meglátogatom, hogy milyen nyomai maradtak, és éppen hogy csak életben maradt. Minden éremnek úgy gondolom, hogy két oldala van. Nem mindannyian tettünk ezért. Nagyon sajnálom, hogy a dolog akkor sem fejeződött be pozitívan, mert nem tud tudomásomra, hogy az illető... Hogy ebben a mintában, ha egyszer beleszállnak a cigányok, vagy az cigányok, nem azt fogják mondani, hogy a Horváth Kiska cigány volt, hanem a keresztúri cigány. Egyben annyit a rossz színű, nem fogják mondani, hogy a Horváth Kiska volt, hanem a keresztúri cigány. Én azért vagyok a cigány, jó, mert egyesével ezt szívesen válaszolok, azt ismételem meg a mostani mondatok zárásával, elutasítom ezt a felterezést, hogy én utasíthatok rendőr, sem a kámbérsekkel, sem a kapitány, sem semmelyikőjüknek a működését, én nem lenne láthatom. De ebben nem személyeskedett senki sem. Ők aztak mondják, ha véletlenül most valami fordult a polgármester attól, hogy ő utasította. Nem azt mondták, hogy ő utasította. A rendőrök mondták el, tehát, hogy a polgármesterné kért fel minket, hogy álltsuk meg Kelet-Túrban a bűnözést. Igen. Ezt nem a cigányok találták ki, magára nem mondott senki sem. Egy mondatot szeretnék csak a polgármester asszonyhoz, és utána megadom majd egyednek a szót. Tehát én azt annak nagyon örülök és helyénvalónak tartom, hogy a polgármester asszony őrködik Sárkereszt úr becsülete felett és jó ideje fölött, és félti a Sárkereszt úri névnek vagy a falunak a becsületét. Azt szeretném csak őtőle kérni, hogy joggal lehet félteni, mert hogyha Sárkereszt úron ilyen durva atrocitások történnek a cigányok el a rendőrök részéről, akkor az a rendőrök becstelensége miatt történik, és ezért a rendőrségnek kell tudni elmondani, hogy itt az a falunak a neve, az a rendőrség miatt fog bemocskolódni, nem a cigányok miatt. Teljesen világos előttem, hogy amikor múlt év január 13-án volt ez az ominózus betöréses rablás, az adott felhatalmazást, legalábbis úgy érezte a rendőrség, hogy ez neki kellő felhatalmazást ad, hogy lecsapjon a faluban élő cigányokra. És általában. Hát egyre inkább az a meggyőződésem, hogy szabad utat kaptak, szabad jogot kaptak a cigányok üldözésére, és úgy gondolom, hogy egy polgármesternek kötelessége az is, hogy ilyenkor azt mondja a rendőrségnek, hogy természetesen azt kértem, hogy állítsák meg a bűnözést, de nem azt kértem, hogy üldözzék valamennyi cigány. A bűnözést kell üldözni, nem pedig a cigány. Egyetértünk, azokat a szavakat ismétel csak meg, amit én mondtam a rendőröknek, hiszen soha nem emberről szól az, hogy kit kell megállítani, hanem ami történt, az nem történhet meg még egyszer. Tehát egyáltalán nem arról szólt a beszélgetésünk, és annak is volt tévénnyoma is, mert nagyon sokan a településről jelenlévők előtt mondtam el, hiszen kértünk sajtóvisszhangot annak, hogy a bűnözés állítódjék meg, vagy ez a dolog, vagy az ehhez hasonló brutális ne ismétlődjön. Itt nem arról szólt, hogy a keresztúri cigányokat tessenek megállítani. Tehát félreértés ne essék, nem szabad kezet kaptak, hogy most pedig aztán tessék mindenkit lehetőség szerint préselni. Segítséget kerestünk több oldalról, ennek volt az egyik, ez a média, hogy a média irányába, hogy már pedig itt is történt. Ugye ez akkor sem azt mondtuk, bocsánat, akkor sem azt mondtuk, hogy ez egy Sárkeresztúri, hiszen abban az időben országos szinten nagyon sok hasonló esetet hallottunk. Ezért csatlakoztunk a médiához, és adtunk hangot annak, hogy sajnos nálunk is megtörtént, és hogy ilyen brutális dolog ne történhessen. Vettük a vállunkra a képviselőtestülettel azt a kérést, hogy ahogyan régen volt Sárkeresztúron rendőrös, az jöjjön vissza ide. Nem arról szólt, hogy a KMB-sek minél többen és a vadidegen rendőrök, az a szívem vágya a továbbiakban is, mint olyan régi időben is volt, akár lehetőség szerint helyi rendőr, aki ismeri a helyi viszonyokat, ismeri a helyi embereket. Itt burkoltan elhangzott az, hogy van, aki a súlyosabb cselekményeket ismer vissza, vagy nem derül elő, és aztán vannak az egyszerűbb esetek, amik meg könnyebb mégis többet elérni. Tehát
továbbra is az lett volna, hogy az volt akkor a kérésünk. Nem tudjuk, hogy az országos politika mely irányba fog mozdulni, és lehetőség lesz erre, hogy a helyi rendőrök, sőt, akkor találjuk ki ezt az éjszakai őrséget, hogy a közösítások között a szolgálatot teljesítve nem a nappalban dolgoztak, hanem az éjszakában. Minden annak értek, annak szenteltünk, meg úgymond annak szenteltünk alá, hogy a közbiztonságot már pedig javítsunk. Nem akarok nagy hosszú hónapokban, hogy az új pályázataink, hogy további kamerák kihelyezése. Hát mindegyik arról szól, hogy a közbiztonságot a mi erőnkkel is próbáljuk meg, és egyáltalán nem arról, hogy már pedig tessék megállítani a helyi cigányokat, hanem amit rossz tisztessel meg fogjuk. Rossz tisztosságban. Mindenki rossz tisztosságban. Ugyan, most ez a mindenki István most azt mondja, hogy mindenki, akkor most megint ebbe bele kell, hogy essek. Ez ugyanannyira sántikált. István úgy elmondani, ne ülök be. Figyelek, hadd fejezzem be is, hogy ne ülök, jó? Tehát ugyanúgy sántikál ez is, mint minden általánosítás. Mondom, nincsen általános rossz és nincsen általános jó. Vannak jó emberek, meg kevésbé jó emberek, meg vannak, akik eltévedtek, akiket meg kell, hogy helyére tegyük. Szívesen választom, csak én nem akarok hozni tovább mondatom. Nagyon szépen köszönjük. A fiatalok nem következik. Pálonika vagyok, az első kérdésem az ügyvéd úrhoz szólna, mivel nagyon sok a rendőri túlkapás. Mivel tudunk mi az ellen védekezni? Mert én találkoztam olyan rendőrrel, akinek már a megszólítása sem tetszett, és mondtam sogoromnak, Petike, hozd a telefont hangfelvételre vagy kamerára, rögzítsd az igazoltatást. Ők erre válaszol, azt válaszolták, hogy ez jogtalan, tegyem el a telefont, mert összetöri. Ez nem. Most ez jogellenes vagy nem jogellenes? Fölvehetem az igazoltatást hangfelvételre, vagy akár kamerafelvételre, vagy nem? Jó, hogyha rendőri, bármilyen fajta rendőri eljárás van, mindig 8 napon belül tessenek szívesen jelezni. Egy panaszeljárásnak a rendőri intézkedéstől számít, hogy 8 napon belül kell, hogy létrejön, 15 napon belül ezt lehet, hogy bírálják. Ez a panaszeljárás. Ha bármikor olyan cselekményt történik, ami bűncselekménynek, hogy bármelyik rendőr úgy járta, hogy nem lett volna szabad, nyugodtan föl lehet ezt venni, a személyiségek nem sért, büntető jelet, hogy nyugodtan föl lehet használni a hangfelvételt, a kamerafelvételt, és bármi. Bármelyik rendőrök az ellenkezőjét állítja, az szemésen az. Hoztam ilyen beadványt, panaszbeadványt, amit 8 napon belül meg kell tenni a független rendészeti panasztestülethez. Itt hagyom, és lehet belőle fénymásolni, már is nem biztos. Azért, hogy és akkor ebből látjátok pontosan, hogy melyek azok az esetek, amelyeknél a rendőrségen belüli eljárás lehetséges. Nyilván itt a legsúlyosabb ügyeknél az ügyészségi nyomozóhivatal illetékességgel adott, de hogyha egyszerű igazoltatás van, durva hang nem van, akkor javaslom a rendőrségi panasztestületet. Nem lesz átadás, de hogyha van 30-40 beadvány, amely pontosan rögzíti, hogy melyik nap, hány órakor, kivel szemben, miért mi történt, akkor arra fognak figyelni. Csak némelyik még a jelmény számát sem akarja megadni, ami viszont köteles lenne. Hagyja meg a szót Lakatos Anka lelkésznek. Az elsősorban alapján van a polgármester asszony a kalátok határól elképzelése arra, hogy a több mint 1000 cigány származású magyar állampolgárát megvédje a rendőri atrocitásoktól és a megalázó rasszista atrocitásoktól. Most hallottam, és egymástól független egyedi eseteknek tartok. Nem alakult ki bennem az elképzelés, hogy milyen irányba kéne a testületnek elindulni, hogy megvédjük a lakosokat a rendőröktől. Elhangzott a kérdése, elhangzott a számomra már az irodában is feltett problémák, hogy igazoltatnak, hogy a bicikli, ha nincs rendben, akkor büntetés jár érte. Mivel ezeken az eseteken személyesen nem voltam jelen, ezért nem gondoltam, hogy állást kell foglalnom egy igazoltatás, vagy egy ellenőrzés kapcsán, amikor addig fajult a
két nagyon kirívó esetben két család, nem akarom mondani bántalmazása, mert hogy az ügyészség fogja kivizsgálni intézetet, ott meg nincsen semmiféle hatásköröm, hogy bele folyja. Magam törvény követő állampolgárnak tekintem magam, ugyanazok a szabályok vonatkoznak rám is, mint mindenki másra. Hogyha az emberek azzal jönnek, hogy egy nap háromszor igazoltatták, akkor nem gondolom, hogy ez egy rasszista magatartás. Ha mondhatjuk azt, hogy... De akkor az minek tudható, hogy egy ember egyúton az orvosi rendelőig oda-vissza hatszor leigazolnak. Az minek tudható be? Nem akarok. És véletlenül miért pont cigány? Tudja, hogy az új telepen lakik, és át kell szállja a falut, és a falun oda-vissza hatszor leigazolja ugyanazt az embert, és ugyanazt hatszor másért bünteti meg, mert tisztában van azzal a jogszabály, hogy ugyanazért kétszer nem büntetett egy nap. Nem is ez volt a kérdés. Nem vagy ez is kérdés. És nem jogom nekem azt mondani, hogy most tudok felsorolni, hogyha itt arról szól, hogy rasszisták, tudok felsorolni ellenkező példákat is. A falu lakosságában nem az 1000 lakosnak az ellenőrzése, hanem a 2700-nak az ellenőrzése erős, ez igaz. De nem akarok mondani ellenpéldákat, mert fura lenne, hogyha azt mondanám, hogy a minap majdnem halálra vázoltam egy kiskölyköt, mert éppen a faluba érkezem Székesfehérvár felől, és a motorok közül kis motorral, bár még csak 4 vagy 5 éves, elég vadon közlekedik kifele. Ott kinek a mentes, kinek számolnék én el a lelkiismeretemmel utána, meg a tettemmel, hogy mit tettem. Nem az volt a kérdés. Akkor nincs határozott elképzelésem, hogyha ez így elég rövid. Viszont így van, viszont a mondatnak van talán az egy rövid folytatása, hogy nem tekintettem ezt egy kialakítandó feladatnak számomra, hogy kezdjünk hozzá és dolgozzunk ki egy védekezést a polgármesteri hivatal irányából a lakosság és a rendőrök között. Én tavaly 5-ször fizettem 30 000 forintot, mert a gyerekeimet kétszer, mikor szólni akartam neki, hogy átsőn továbbhajtá, vagy a gyorsajtásra, utána meg nekem jött a 30 000 forint. Magát is megvárték, vagy a családját megvárték, úgy, mint a többi cigány? A rendőrség azért végére a munkáját, üljünk be egy idegen kocsiába, egész nap rohangáljunk föl alá az utcákon, és nézzük már meg, hogy hány romát igazoltatnak le a rendőrök, és hány magyar. Magyarból nincs kettő egy nap, de romából van 30. Én ezt nem tudom, mert én tudom, mert én romát. Még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nem tudom, hogy hány éve létezik ez a cigányok kormányzati Üljetek, látom, hogy kik jelentkeztek a hölgy után, ti ketten megkapjátok a szót, és hátul a hölgy. Mindenkinek 2 perce maradt. Bocsánatot kérek, fáradtak. Úgyhogy a tiéd a szó. Én nem tudom, hogy hány éve létezik ez a cigány önkormányzati dolog, de azt tudom, hogy soha nem tettek semmit az emberekért, kivéve egyetlen egy embert, a Ponton Babit. Mert a Német István, mikor behívatták az óvodába, meg az iskolába, hogy képviselje a roma gyerekeket, lejegyzetelte a szavakat, hogy mi is valójában jelentése. Olyanok akarnak minket képviselni, akiknek nincs 8 osztálya. Nem tudnak magyarul beszélni. Ez a cigány önkormányzat csak egy látszat. Nincs irodájuk.
az analfabéta cigányoknak egy kérelmet nem töltenek ki, nem segítik őket semmibe se, így semmi nincs, csak neve van, hogy cigány önkormányzat van. Soha egyetlen egy embernek nem kértek részletfizetést a Babin kívül. Az egy ponton Babi, aki kiárálta neki, mikor képviselted a cigány gyerekeket? De nem lehet, hogy jöttünk. De is hozzátartozik. Miért nem tartozna ide? Ha lenne a cigány önkormányzatra, nem lenne. De miért? Fáj az igazság. Fáj az igazság. Figyeljetek egy pillanatot! Szeretném ezt megmagyarázni, különösen neked, hogy értsed. Mert nagyon okos cigány azt mondja, hogy meg fogod érteni két perc alatt. A csapdák arra vannak, hogy az ember belemenjen. Így van. De nem kötelező belemenni. Ez a cigány önkormányzat egy csapda. Azért van, hogy ti egymással veszekedjetek, és ne szóljatok bele abba, és ne vegyétek észre, hogy nem a cigány önkormányzat az ellenség, hanem a rasszizmus, meg az azt képviselő. Tehát a cigány önkormányzatok azért vannak, hogy a cigányok ügyei ne legyenek tisztességesen képviselve, és ne foglalkozzanak vele a gádzsó intézmények. A cigány önkormányzatok azért vannak, hogy oda zavarjanak titeket, hogy ők oldják meg azt is, hogyha leesik a, nem tudom, a tető, hogyha szegények vagytok, hogyha rendőr bántalmaz, stb. Se jogosítványa, se pénze, se szaktudásuk ehhez nincsen. Egy látszat intézmény, ahogy te mondtad az előbb, pontosan, és azért van, hogy mi velük veszekedjünk, nem érdemes. Azt kell észrevenni, hogy ez egy csapdahelyzet, hogy azt tudják nektek mondani, hogy nem mi vagyunk a felelősek azért, mert mi ütünk titeket, hanem a cigány önkormányzat, mert nem véd meg titeket, a mi verésünkkel szemben. Ma nem tudunk tovább lépni, nem tudunk kitérni önállóan a cigány önkormányzatunkra. Engedjétek meg, hogy az áraemelés felszólaljon a rendőrség ügyekkel kapcsolatban, és utána összegezzük, hogy mit hallottunk, és határozzuk meg a következő lépést. Jó? Tehát akkor ott a két férfi ember jön egymás után, és hátul a szövegesről. Kovács Dörf vagyok, Sarkeresztő, 58 éves vagyok, itt születtem, itt élek között. Most én azt szeretném mondani, hogy nem tudom, tudtok-e róla, volt itt a cigányok között polgármester, ez a falőrség, meg polgárőr, meg mit tudom én. Hát az ügyel kapcsolatban mondom csak, hogy már ott se, a rendőrség ott se vette komolyan őket, mert tehát az együttműködésnek semmiféle okát vagy nyomát nem adott a rendőrség. És ezért hiába okulják a polgármester asszony, hanem én azt tudom erre mondani, mint kívülálló, mert egy kívülálló mindig többet lát, meg tud, mint aki bent áll a körnek közepén. Én most is azt mondom, hogy az ilyen kapitányvezető, mikor megbüntetnek, akkor is azt mondom itt az elmondások szerint, amit csinált az emberekkel az emberei, hogy nem méltó arra, hogy egy kapitányvezetői posztot betöltsön. Mert ezek az emberek elvárták volna legalább azt tőle, vagy ha őtől nem is a helyettesítő, vagy a polgármester asszony. Mert őt nem csak ezek az emberek választották meg, hanem a falu népet. Hogy legalább egy meggyőző választ kapott volna ezek az emberek arra, hogy mi folyt itten, vagy egy belső vizsgálatot lefolytatott volna, vagy lefolytatta az emberei között bent, vagy a munkatársai között. De ennek semmiféle nyomát nem látni. Sőt, mikor voltatok polgárőrség, ezt bátran kimerem jelenteni, hogy hiába akartak ezek az emberek a rendőrséggel együtt működni. Nem működött együtt a rendőrségben. És az a helyzet, akkor is orba szájba büntették az embereket, meg most, ezután még most, hogy itten mertek nyilatkozni ezek az emberek. Én olyan biztos vagyok bente, mint a megszületett, most született gyerek, hogy ennek még ez következmény a sárgokási rendőr kapitással. Én ezért nem nyilatkozom, pedig tudnák nagyon. Következik a fiatal úr. Kovács János vagyok, minden egyes alkalommal ezt tanúsíthatja a polgármester azt is, mikor a falun belüli bűnözésről beszélünk, minden egyes alkalommal ugyanúgy szót kérek, és elmondom, és most is el fogom mondani. Tehetünk a bűnözésről,
itt ti, akik itt vagyunk, tehát az önkormányzat, tehát mindenki ember, aki itt van. Mert itt egy X számú cigánycsalád lakik, mondjuk számszerűen 1200 vagy nem tudom, és ebből 2%-áról beszélhetünk, hogy tudja a polgármester asszony, tudom én, tudja a Kis János, tudja a Fülöp Gyula, hogy kik a bűnözők. Ezek ellen nagyon könnyen lehetne tenni. És ha ezeket az embereket minél előbb kiszűrnénk, és nem arról szólna a rendőrségnek a dolga, hogy elfogok egy 18 éves taktusorú gyereket, és mellopott, és beviszem Bogárdra, és jól agyonverem, és mire én mondjuk elmegyek szexágyra, meg hazaérek, előbb itt hol van az az ember, aki bement a Kis Józsi bácsihoz, vagy a Kati nénihoz, vagy akárkihoz, mert avval büntetik csak, hogy beviszik és megverik, és utána hazaengedik, addig itt sosem lesz rend. Mit kéne csinálni? Itt azt kéne csinálni, hogy a falunak, az önkormányzatnak, mindenkinek össze kéne fogni, és amikor ilyen emberek vannak, hogy az 1200 lakosból van mondjuk 10-15 ember, aki falun belül csinálja az ilyen dolgokat, hogy akár ha avval, hogy kirekesszük őket, akkor ki kell rekeszteni innét a faluban. Szerintem neked is meg kell mondani, hogy mi nem vagyunk hatóság, nem vagyunk rendőrök. Elvárhatjuk a rendőröktől, hogy ezekkel keményen és jogszerűen járnak el. Nem vagyunk rendőrök, hogy mi vegyük át az ő jogosultságaikat, és mi büntessük. Mert az a 18 éves gyerek, az tehet arról, hogy ő éppen nem tőzsgyökeres? Nem. Itt már a bűnözés 10 éves korban kezdik, meg 8 éves korban. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak olyan beköltözők ebbe a faluba, akik beköltözők és tisztességesek. És nyilvánvalóan van olyan, aki itt lakik 100 éve, és mégis kap. Hát az Alá Jánosnak a fia tehet arról, hogy ide beköltöztek és... Itt konkrétan két családról beszélünk, akiről tudom, szó van. Tudom, de azt várhatjuk el, hogy a rendőrök lépjenek fel velük szemben, mi nem büntethetünk, és azt várhatjuk el, hogy a tisztességes cigányokkal szemben tisztességesen járjanak el a rendőr. Az a véleményem, hogy valóban a rendőrök, akik túlkapást követtek el, büntessék meg őket a megérdemelt, ami rájuk bizonyított. De ugyanakkor azért azt is el szeretném mondani, nem az ítélőnek volt, sajnos szenvedő anya volt a négyszeri betörésnek, amit terhetőnek felvettem, elvittek tőlem. Nem is az az érzék, az is meg megdolgoztam érte, de a nyugalmam végére oda lett, mert aludni nem voltam. És úgy gondolok, közöttünk is sokan nőnek, akik tisztességgel megdolgoztak, ugyanúgy elvitték őt is. Azok a bűnözők, tehát nem csak mi szenvedünk egy pár emberrel. A rendőrségre, hogy ugye az ember akkor tényleg tudja, hogy a polgármester asszony elmondta, igenis úgy kell tudni háborodva, hogy nagy baj az, amikor általánosítanak magát Fehérvár munkájára keresztüli cigányok, meg keresztülóvalók, mert sajnos nem csak a keresztüli cigányság, hanem mint nekünk magyar lakosoknak, akik velük közösen együtt, ránk is nagyon nagy kihatással van, mert úgy beszélnek róla, mint hogyha mit tudom, mi történt. Igen, csak ám az a különbség, hogy magának Mariska néni nem mondja senki, te büdött cigány. Sőt, sok minden kultúrált körülmények között, és én ennek nagyon örülök, mert én valóban itt születtem, Györgyökeres keresztúri vagyok, hogy itt is szeretnék maradni, ebben közegben, ahol élek, természetes dolog, nyugodtan, mint ahogy ezelőtt 10 éve értünk, vagy éppen 6 éve. A rendőrség, hogy többet itt van, nem az a gond, nem az a baj, mert ez a dolguk, hogy mindenkit védjen, ne csak minket, hanem bárkit. De viszont azért én köszönettel tartozom azoknak a beosztottaknak is, akik munkaidőben éjszaka járták az utcákat, a kisebbségből munkaidő alatt, mert azért viszont annyi eredményt hoztak, hogy szűnt a betörések meg a lopások, jóval csökkentek. És azért ez őket illeti meg a polgármester asszony, aki azon volt, hogy annál mi adjon minél több munkahelyet. Viszont én Horváthul azt szeretném azért még itt említeni, hogy talán az lenne az itteni kisebbségnek is, persze nem csak a kisebbségnek, hanem magyarságnak is, a munkahelyteremtés. Mert régen is dolgoztak tisztességgel, és valóban megdolgoznak, amikor van a csepe szedés, hogy nagyon sokat elgondolkozom azon, hogy a nagy családok ezzel mindenbe belemennek. A hulladékgyűjtésben. Én most
a gondolatomat megpróbálom elmondani, már máskor is mondtam, hogy itt a horvát Aladár úr ugye volt képviselő úr is, nem egyszer voltam nyilatkozni a tévében se kétszer, tehát foglalkozott ezzel a munkahelyi problémával, hogy miért nem fognának úgy össze talán a kisebbségek közösen, hogy segítenék őket összetömörülni egy vállalkozásba, és valamennyi adót befizetni, hogy nyugodtan tudnának menni lomtalanítani, mert arra is szükség van, a bodzagyűjtése is szükség van, hogy elindítani őket is, akkor nem állagatnák talán örökké meg a rendőrök. És ez talán önöktől, mint följebb valóktól lehetne elvárni. Én ennyit szerettem volna elmondani, Horváth úr. Mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. Nem tudjuk, hogy miért, ugye? Az nincs beleírva, hát ez végig is végig. Ugyanezt kapták a másik család is. De a, hogy hívják ők is? Ez mikor? Ez ugyanúgy. Most 28-án. Július 28-ra, augusztus 28-ra, mint a Ravasz család. Ugyanúgy gyanúsított. De és ez azután, a gyűlés után. Ez a gyűlés és a múltkori forgatás óta. Már gyanúsított. Előtte nem voltak gyanúsítva, de azóta most meg gyanúsították önöket? Igen. Itt az történt, hogy július 12-én megtartottuk ezt a fórumot, és rá pár napra az ügyészség megvádolja önöket, illetőleg gyanúsítottkénti kihallgatásra idézést küld, nyilvánvalóan amiatt, hogy most jutott eszükbe, hogy akkor magát is meggyanúsítsák, például azzal, hogy hatóság ellen érőszak. És ez szerepel is egyébként? Hogy a, tehát ez nem szerepel. A... papírban mi szerepel? Kihallgatás. Kihallgatás véget, milyen ügyben? Gyanúsítottak megidézi, nincs benne az, hogy milyen. Hogy mivel gyanúsítják? Igen. Csak az, hogy kötelezik arra, hogy ha nem megy el, akkor elővezetés költségét meg kell, hogy tévítse. Ez mikor lesz? Illetve azt, hogy augusztus 28, reggel 8 óra. Július 25-én kelt az az idézés, mely alapján Mártát gyanúsítottként fogják kihallgatni augusztus 28-án, a székesfehérvári nyomozóügyészségen. Most nyilvánvaló, hogy ugye két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy, hogy lopással meggyanúsítanák Mártát, hogy ő is részt vett a, akár a betörésben, tehát ő is átugrott volna a kerítésen, stb. De inkább valószínű az az, hogy hatóság ellen erőszakkal meg fogják gyanúsítani visszamenőlegesen 5 hónappal, amiben az az érdekes, ugye, hogy nem akkor gyanúsítják meg, másnap, amikor ott van az összes rendőr, és akár tanúként, ők eljátszották volna azt, hogy ők kaptak, és hogy azért történt minden velük magukkal szemben, hanem az történik, hogy visszamenőleg 5 hónappal elrettentésképpen, visszavágásképpen megtörténik a gyanúsítás. Tehát ez a végforraló, ez a felállító. Én attól is kérdeztem a gyűlésen, jövést az amerikán, hogy van-e valami ez a gyűlés után magukkal szemben, nem volt semmilyen eljárás. Semmilyen eljárás. Igen. Büntetések voltak. Ugye? Az rengeteg adottam a kicsőrűnek, hogy olvassák. Tehát eddig az volt, hogy a cigányokat pénzbüntetéssel sújtották. Most pedig bűncselekménnyel tesznek meg. Ti március 29-én tesztek egy feljelentést a rendőrökkel szemben. Azóta meghallgattak titeket, de tanúként. Tehát tanúként semmiféle meghallgatás nincs, holott van egy részletes tanúvallomás arról, hogy titeket hogyan bántalmaztak a rendőrök. A család valamennyi tagja megtette ezt a vallomást, feljelentést tett. Ezzel szemben semmilyen, vagy ennek ügyében semmilyen eljárási cselekmény nincs, semmilyen kihallgatás, szembesítés sem volt. Viszont titeket meggyanúsítanak július 25-én a gyűlés után. Igen. És mentek gyanúsítottak kihallgatásra. Igen.